Üdvözlet mindenkinek, 2023. 4. hó 29-én ez az új világrend hírek itt az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal arról lesz szó többek között egyébként, hogy mit is várhatunk a mesterséges intelligenciáról, hogyan fejlődik ez az iparág, illetve ez a szektor, mik a problémák, Index már ír ezekről a dolgokról. Szó lesz emellett különböző adónemekről, amikkel az adóhatóság, a magyar kormány még terheli a lakosságot majd a közeljövőben úgy, mint hogy különböző környezetvédelmi tarifák, illetve ha jól értelmeztem, akkor még a koronavírus járvány is vissza fog térni, szóval ez az, amiről ma beszélni fogunk, mielőtt nekivágunk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A mesterséges intelligencia, illetve a robot programozás az már hosszú-hosszú évtizedek óta folyik, különösen a szórakoztatóipar azon belül is a filmkészítés az, ami ezzel foglalkozik, és végtelen ilyen produkciót szerintem mindenki ismer, csak akkor esetleg még, amikor alvajáró volt a világban, akkor nem tűnt fel, hogy mi is az, ami történik. Mára azonban egyre több ember számára bizonyossá vált, hogy ezek a filmek, illetve ez a jellegű szórakozás, ez nem pusztán arról szól, hogy jól érezze magát mindenki, hanem van egy mögöttes üzenete, egyfajta propaganda, készíti elő az emberiséget arra, hogy mi is az, ami következik, hogy könnyebben el tudjuk azt fogadni, és lásd, most, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor el kell fogadni, hiszen itt van velünk, akkor valóban még az idősebb korosztály sem tartja ezt olyan nehézkesnek, vagy olyan lehetetlennek, hogy egy nap majd ő robotokkal fog társalogni, vagy azok fogják végezni a munkák egy részét, vagy egy tetemes részét. Ez a cikk Portfolio.hu weboldalon jelent meg Arról számol be, hogy mindenki az emberiséget szolgasorba taszító gépektől retteg, de van néhány terület, ahol már most felbecsülhetetlen károkat okozza mesterséges intelligencia. Nézzük meg villám gyorsan, hogy melyek azok a területek, amelyekre gondoltak, ők ugye az első, a szerzői jogokat semmibe vevő mesterséges intelligencia, amit ők említenek itt, képes arra, hogy olyan termékeket vagy produktumokat hozzon létre, amely nagyon hasonlít esetenként megkülönböztetett le a valódi szerzők, és művészek alkotásaitól. Mesterséges intelligencia le tudja másolni a festők stílusát, írók szóhasználtat, illetve a zeneszerzők által gyakran használt dallam elemeket is. Könnyű elképzelni, hogy mi az, amiről beszélnek, függően attól, hogy hogyan állítják be ezeket a programokat, képesek utánozni valamilyen emberi szerzőnek a teljesítményét, vagy bármilyen más fizikális alkotását, és ezzel lényegében előállíthatnak végtelen reprodukciót egyfajta műből, vagy egy stílusból különösebb erőfezítés nélkül, hiszen ez a gép, mint ahogy a képen láthatjuk, hogyha megtanítják, hogy hogyan fest mondjuk ez a hölgy, vagy akárki, akkor onnantól kezdve az non-stop csak gyárthatja ezeket a festményeket, és egy idő után nem fogjuk tudni megkülönböztetni, sőt, szerintem csak a szakértők, azok, akik már most is képesek arra, hogy különbséget tegyenek a között, amit egy gép állít elő, vagy és a között, amit egy ember. Jön a gólem, ez a következő alcím, kép és hangfelismerés, illetve generálás, gépi látás, az agy idegi aktivitását vizualizálni képes, funkcionális emery, vagy a robotika területén hosszú évek óta zajlik különböző mesterséges intelligenciák fejlesztése és trenírozása. Mindezeket, ha összeadjuk, ezeket a képességeket meg technológiákat, akkor tényleg könnyen lehet, hogy jön a gólem, a fiatalabb nemzedék pedig szerintem kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben van számos dolog miatt. Az egyik a családnak a széthullása, a másik a testvérek számának a csökkenése. Sok egyedüli gyerek is van, akinek egyáltalán nincs testvére. Az iskolában is kialakult egyfajta ilyen, tényleg ez a disztópikus világ a legjobb kifejezés rá. Az ember csak, vagy a gyerek csak ott van az iskolában, aztán hazamegy. Nem nagyon van kapcsolat, mint régen volt, én emlékszem, mi rengeteget játszottunk az utcán, bicikliztünk, fociztunk, ez már nincs a kapcsolat átalakult digitálisá, online, mesterséges kapcsolatokká, megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm.